A húsvét a kereszténység számára kiemelten fontos ünnep. Magyarországon 4 nagy történelmi egyház létezik, mindegyiknél szerepet kap a húsvét, de másképp ünneplik. Elsőként nagy szeretettel köszöntöm Grunda Dávidot, Mária Pócs görögkatolikus segédlelkészét. Jó estét kívánok, szervusz! Hát hogyan is ünnepelik mondjuk éppen Mária Pócson a húsvétot, vagy legalábbis hogyan készülődnek a hívők? A célja az ünnepségnek alapvetőleg az, hogy évről évre újra átéljük azt, ami történt értünk, hogy sok-sok éven ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt is, hogy ezeket a lelki, spirituális folyamatokat újra át tudjuk élni, és ezekhez segítenek bennünket a szertartások is, a hagyományok, amik ekkor kiemelkedőek. Ilyen például, ami a leghíresebb, ez a pászka szentelés szertartása, ami a pászka szó, az a Pesach, a héber szóval ez az átmenetet jelenti, ahogyan átmenet történt nagypéntek és vasárnap között, a húsvét vasárnap, a feltámadás között, akkor mindenki elhozza az ételes kosarat, és ezt megszenteljük. És ami ott van benne, az maga a pászka, amit minden nemzet kicsit máshogy nevez. Van, aki a sárga túrót, vagy a tojásba készült ételt hívja pászkának, mondjuk a szláv területeken. Nálunk a kalács az, amit éppenséggel pászkának hívunk, ami szimbolizálja ezt a fajta átmenetet, a feltámadás örömét, amit megnyilvánul ebben a hagyományban is, hogy megszenteljük ezt az ételeket. Tulajdonképpen ugye magát a húsvétot megelőzi a felkészülés, a böjti időszak. Ezt hogy látod, mennyire tudja ma ebben a nagyon-nagyon rohanó világban általában mondjuk egy hívő ember betartani, illetve mennyire fontos neki, komolyan veszi-e azt, hogy az, amit megeszik, az valóban azzá válik, vagy igazándiból ugye azok vagyunk, amit elfogyasztunk, tehát hogyha tényleg húsmentesen étkezünk, azzal valamelyest egy áldozatot tudunk bemutatni. Hát főleg Magyarországon, ha nézzük, a húsról szól igazából minden étkezésünk, amikor talán Európában, Magyarországon a legkevesebb zöldséget fogyasztják, így összehasonlítva más országokban, és így nekünk ez egy nagy jelentőséget jelent, ha már mondjuk hetente 3 napon, csak 3 napot azt mondom, hogy nem eszek egyáltalán húst, ez egy hatalmas nagy dolog. Miért ne ennél húst? Hát nem tudok reggelizni se hús nélkül, mondják máson, hiszen már nem folytatunk olyan munkát, ahol feltétlenül szükség lenne arra, hogy mi ennyi húst fogyasztjunk, és korábban sose fogyasztottak ilyen mértékben. Én inkább ebben a kulcsot, ezt az önmegtartóztatást látom. Abban, hogy én nem függök attól, hogy húst tegyek. Én szabad vagyok. És ez a nagybőjt időszak, ez erről szól, hogy évről évre ezt a fajta lelki állapotot, amit említettem, hogy visszanyerem azt, hogy én szabad vagyok. Minden évben, egyszer, nagybőjtön keresztül én azt tudom mondani, hogy nem, ez én szabad érdekes, vagyok. Ez érdekes, mert hogy pont ugye a bőjt valahogy ugye azt az asszociációt ébreszti az emberbe, hogy valamit muszáj tennem, tehát hogy pontosan függök egy fajta megtartóztatástól, vagy attól a szituációtól, de így a te olvasatodban egészen megfordul ez a történet. Így van. Hát az Isten az embert szabadnak teremtette meg, boldogságra hívta meg, csak sokszor elveszítjük a szabadságunkat a függőségeinken keresztül. Nem tudunk szabadon igen mondani a szeretetre, mert vannak bennünk gátak, amik ezt nem engedik. És ezért van szükség erre a hús lemondására, hogy a húsvétot valóban meg tudjuk élni. Kicsit meg kell halnunk önmagunknak, hogy fel tudjunk támadni egy újabb emberként húsvétkor, hogyan Krisztus is meghalt a kereszten, vele együtt meghalunk mi is önmagunknak. Ez nagy akaraterő kell, kitartás, mert azért ez hosszú időszak, és ez egy folyamatos ébrenlétet kíván meg. Ugye Mária Pócs, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon népszerű hely a hívek számára, egy zarándokhely. Ilyenkor húsvétkor történik-e valami különlegesség, vagy valami rendkívüli esemény, amire várjátok azokat, akik úgy gondolják, hogy itt szeretnének ezt az ünnepet megünnepelni? Igen, igazából beszéltünk a hagyományokról, amik segítik azt, hogy újra átéljük az eseményeket, amik 2000 évvel ezelőtt történtek, és ebben az évben alakult egy olyan kezdeményezés, hogy a Mária Pócson a Passió, Jézus Krisztus szenvedés történetét is előadjuk. Korábban már ennek egy hagyománya van, hogy a pócsi betlehemes, csak így hívják a környező településeken élők, mindenki eljön karácsonykor, és így 2000-3000 fő összegyűlik, hogy megnézzék Jézus Krisztus születés történetét, és a mostani alkalommal pedig egy 45 fős amatőr, de nagyon lelkes társasággal már egy éve készülünk arra, hogy előadjuk Jézus Krisztus szenvedés történetét, egészen attól, hogy elítélik őt
hogy elárulják, elítélik őt az ostorozáson, a keresztel, ahogyan keresztül megy, és megaláztatják, és mind abból a célból, hogy azok, akik ott jelen vannak, és látják, hogy mit tett értünk Krisztus, akkor azt az üzenetet kapják, hogy lehet, hogy az Istent ők távolinak érzik meg, de az az Isten, aki értük szenvedett, az nem lehet távoli, hiszen minden fájdalmában ott lehet. Kicsit meg akarjuk őket, a nagypénteket valóban megélni, hogy a húsvét az egy öröm legyen a feltámadás. Az akkor történik meg, hogyha előtte van egy krízishelyzet, egy katarzis, amikor érezzük azt, hogy itt most nagyon-nagyon durva dolog történt, ha szabad ilyen egyszerű szavakkal kifejezni azt, hogy, akik ott vannak már nézők, sokszor látják, ott vannak jelen, ahogy próbáljuk ezt, teljesen lesokkolnak. Sose gondoltam volna, mondják, hogy ez történt Krisztussal. Hát pedig a templomok tetején kereszt van, ha járunk egy faluban, tele van kereszted, de sem gondolnak bele, hogy mi volt-e mögött, hogy miért vetünk keresztet, miért hordanak keresztet az emberek. És ezt a célt szolgálja, így akik eljönnek oda, direkt készülünk LED-fallal, operatőrök is jönnek, hogy a mozgásokat is tudják követni, ami fog történni. Hol lesz ez egyébként helyileg? Tehát hol láthatják ezt a pasiójátékot a látogatók, nézők? A templomban, vagy pedig kívül? Kívül. Pont ez is a célja. Nem nagyon mernek bejönni a templomba az emberek, így félnek. Akkor az, ami a templomban van, mi azt kivisszük a főtérre. Ez a célja Mária Pócsnak, hogy ott a főtéren meg tudnak jelenni, és ugye az önkormányzat is ebben bennünket segít, hiszen az önkormányzathoz tartozik a tér, de nagyon támogatólag. Úgy érzem, hogy így összefogásban mindenki érzi, hogy ez a misszió, ez egy közös célunk, hogy ott történik, meg különböző helyszíneken van egy színpad, külön helyen lesz a Golgotának a helyszíne, a Getsemáni kert, ahogy körbe megyünk. Szóval akik megjelennek ott, akkor kicsit interaktív módon is becsatlakoznak majd. Hiszen ők is lehet azok, akik azt mondják, hogy Barabást engedjék el, hogy feszítsd meg, hogy ők beleélhetik magukat abba a tömegbe, aki akkor azt az embert, aki semmit nem tett ellenük, sőt, kenyérszaporítás, csodák, tanításokon keresztül próbálta őket a boldogság felé vezetni, rámondják azt, hogy Barabást engedjék el. Szóval ezt a katarzt is próbáljuk mi is az emberek lelkében azt, hogy ez kialakuljon, hogy utána valóban boldogan várják a húsvéti feltámadást, szó szerint várják azt, hogy végre feltámadjon, és örömmel, boldogan legyen egy igazi víkendünk, hogy egy boldog hétvégénk legyen, amikor együtt énekelhetjük, hogy feltámad Krisztus, és legyőzte a halált. Dávid, köszönjük szépen, hogy eljött és ezt elmondtad nekünk. Azt gondolom, hogy tényleg akik ott vannak, megélhetik azt, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, és akár velük is megtörténhetett volna ugyanaz, hogy ugyanúgy esetleg keresztre küldték volna Jézust. És azok, akik itt egyfajta katarzisban átérik ezt, azt gondolom, hogy már nem félelemmel, hanem örömmel a szívükben mennek be a csodálatosan szép Mária Pócsi templomba. Köszönöm. Köszönjük szépen. Thank you.